Fejér megye első osztályú labdarúgó bajnokság 23. fordulójában játszották a Bicske Mezőfalva bajnoki labdarúgó mérkőzést, amelyen csapatunknál egyetlen egy változás történt az előző héthez képest. Antoni László helyére Szilágyi László állt be, külföldön légióskodó, nagy rutinnal rendelkező középpályásunk. Na, benézzük a vendég együttes Mezőfalva összeállítását. Kapuban Gyalos Zoltán, további játékosok Mekota Bernát, Bozóki Dávid, Balázs Sándor, Kaszala Tamás, Bencik Zsolt, Sági Roland, Szili Zoltán, Nagy Márk, Bartus Krisztián és Szili Szabolcs. Csereként szóhoz jutott még Boros Benjamin, Sági Roland helyett. Együttesünk Milinte Árpád a kapuban, további játékosok Szalvas Péter, Sötét Dávid, Máj Gábor, Köntös Dániel, Csendes Péter, Szilágyi László, Meggyes Dávid, Németh Erik, Móri Tamás, Varga Zoltán. Csereként lépett pályára Antoni László, Kummer Máté, Ola András Roland, Bence Márk. Cserepadon foglalt minket Máté Dávid, Maravesz Tamás és Marton Henrik. Közben Domak Ádám játék vezető sípjelére elkezdődött a találkozó. Kamerásom el van foglalva a Bicskei B közép ultráinak csodálatos kék-sárga füstfelhőbe burkolódzó szurkolói látványa, amelyet itt a bicskei szurkolók okoztak. Nagyszerű ez a látvány, csodálatos a kék-sárga, hiszen kék-sárga a bicskei színe. Közben a kamera alatt elfutó események láttán a 35. másodpercben Meggyes 14 méterről kilövő a vendég kapu jobb oldalát, és így ezzel a góllal megvan a bicskei vezető találata. Így tehát a 35. másodpercben Meggyes Dávid góljával 1-0 arányban vezetünk. Sajnos a gólról lemaradtunk, mert operatőr kollégám el volt foglalva ezzel a gyönyörű kék-sárga színezetű füstfelhővel, amelyet okoztak a bicskei ultrák. Igaz, hogy ez nem engedélyezett a versenykiás értelmében, ezért a szurkoló, illetve az egyesületünk számíthat valamilyen büntetésre majd a szövetségtől. Kérdemit újabb bicskei támadás van kialakulóban, Varga Zoli szerzi meg a labdát, 2-3 védőn túlverekszi magát, balra már kisodródik, és mozgásával ellentétes irányban belövi az ellenfél kapujába a bicskeiek második találatát. Na kérem, tessék megnézni még egyszer ezt a mozdulatot. Balra mozog és jobbra ló, igaz a labda a kapu közepében, de meg volt a szándék, hogy a hosszú sarkot célozza Zoli, amely be is jött, és ezzel a góllal vezet csapatunk 2-0 arányban. Már a negyedik percben, tehát egyértelmű a fölényünk, ettől kezdve magabiztosan játszhatunk a Mezőfalva ellen. Itt Németh Erik cselezgetett, be is jön a csele. Egy biztonsági passz Móri Tamáshoz, Tamás pedig sarkozásra hozza helyzetbe Köntöst, akinek lövése gyengére sikerült. A csapatunk a két gólos vezetés birtokában nyugodtan játszott, és egyre több támadást vezetett a 12 fővel idérkező Mezőfalva ellen. Itt például Németh Eriket lökték el 10-osan belül, itt pedig egy Móri szóló, remekül megy el, több védőn túljut, itt a beadása túl mély, Gyalus Zoltán kinyomja pont oda, Németh Erik elé, Erik meg elpepecselte ezt a helyzetet. Nem lett belőle semmi, itt pedig az ellentámadásból egy kapura lövéssel fejezték be a támadást a mezőfalvaiak. No kérem, még adós vagyok a mérkőzés játékvezetőivel. A játékvezető Domak Ádám, segítői Pataki Dániel és Jónás Péter. A vendégcsapat vezetőedzője Masinka László. A bicskei cserepadon helyet foglaló vezető Rafai Rudolf vezetőedző, Nagy technika vezető Komjáti Péter szakmai igazgató és Szépaki Árpád kitmenedzser. A két gólos vezetés birtokába egyre több támadás vezettek fiaink. Itt is egy nagyon szép Varga, Móri, Németh összjáték, de már Németh Erik lesz helyzetben, lövi be a labdát az ellenfél kapujába. Kár volt érte, hiszen nagy játékot mutatott be most a bicskei csatársor. Egy újabb, lendületes bicskei támadás. A 16-os oldalvonalánál Varga iramodott meg, visszatette a labdát Mórinak. Mórit szerelik ugyan, sőt beszéltják a labdát, de némi ügyebaj oda kerül Mórihoz. Móri Tamás bead, és hajszállal megy el Németh Erik feje fölött. Meggyes beadása pedig felszabadították a védők. Egy nagyszerű indítás Szilágyi Laci felé. Szilágyi megpróbálja befutni a labdát, de nem sikerült elérnie. Szilágyira annyit tudni, hogy külföldön igazoltuk, járt Amerikában, Izlandon, legutóbb izlandi csapattól igazoltuk át, játszott a Puskásból is idehaza. Most meg itt játszik nálunk középpályán. Itt egy újabb nagy helyzet, Németh Erik, óriási zicserben a kapus kezébe lövi a labdát.
A két gólos előny birtokába egy kicsit visszafogottabban játszott csapatunk, és ezekben a percekben a mezőfalba feljött és próbálkozott. Előbb jobbról adták be a labdát, majd balról ez a beadás is elmegy a kap előtt úgy, hogy Köntös kirúgja a szögletre. Jön be a sarokrúgás, és felszabadítottak védőink. A változatosság kedvéért most újból baloldalt próbálkoznak a mezőfalvaiak. Jól adják be a labdát, de Milintén ugyan átemelte a játékos a labdát, de már alapon túl van. Itt egy újabb próbálkozás, de szabálytalankodott a mezőfalvai játékos. Köntös bedobás után Németh Erik nagyon jól csinálja meg magának helyzetet, ad be, magasan kifejlik a védők, Szilágyi jön mellel, oda teszi, Móri elő, Móri pedig elrúgta és fölé szállt a labda. Összefoglalunk, az első fél idő 35. percéhez érkeztünk, jobb oldalon Szili Zoltán kapta a labdát, oldalvonaltól 1 méterre jól adja be, és érkezik Balázs Sándor, aki Szarvas Péter mellett fejeli a labdát, de úgy, hogy Milint Árpi a gólvonalon túl már a kapufára nyomta azt itt, de a játékvezető megadta, itt hát érvényes a szépítő gól, lehet látni lassításban is, remekül védte Milinte, átvesz felvésze már gólvon túlról, tenyerezte a kapufára, onnan pedig került ki, de azért a játékostárs még bebiztosított és bepasztott a közelről, de a gólszerző Balázs Sándor. Szilu Zoltán végezte a bedobás, kapja visszalabdát, íveli be, oda az ötésfeles sarkára, de érkezik Milinte Árpád. Kapusunk, és biztosan húzta le azt, itt még van túloldalon Móri Tamás szólóját látjuk, és egy ballábas lövését, amelyet biztosan véd a vendége kapusa, Gyalus Zoltán. No kérem, itt van a mérkőzés egyik legszebb jelenete, azzal kezdődik, hogy Varga Zoli nagyon harcosan labdát szerez. Szilágyi remek labdával, tértelelő átadással hozza játékba Szarvast, aki beteszi középre labdát, és érkezik Móri Tamás, aki közelről bepasszolja csapatunk harmadik találatát. Így van, megvan a Bicskelyek harmadik gólja, 3-1-re vezetünk. Móri Tamás góljával nagyon szép támadást láthattunk, egy nagyon nagy, hosszú indítás Szarvas Péter részére, amelyet ugye Szilágyi Laci adott, indított, és egy jó passz be középre, amelynek a vége egy nagyon szép bicskei gól, és jöhet a bicskei gólöröm. Nem csak a játékosok, hanem a szurkolók is örömmámorban úsznak. Utolsó alkatrészüket is felhasználták itt a harmadik gólnál a bicskei B-közép szurkoló tábora. Rajtuk igazán nem múlott. Ez a mérkőzés egyértelműen a bicskei csapatról szólt, tehát csapatunk nagyon jól játszott végig a találkozón, úgyhogy semmi kétség nem volt afelől, hogy melyik csapat nyeri ezt a találkozót. És addig, amíg önök nézik a bicskei csapat gálázását, remek produkcióit, addig engedjenek meg néhány statisztikát mondjuk. Csak a tavaszi eredmények alapján van egy táblázatom, amely a következő. 8 meccset játszott minden csapat itt a tavaszi folytatásban. Első helyen az elért eredmények alapján Iváncsa áll 8 meccs, 5 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, 34-es gólkülönbséggel, 17 szerzett pont a 70%-os teljesítménye. Második helyen Elcsinek szintén hasonló az eredménye, a mérlege, 19-5-ös a gólkülönbsége. Szintén 17 pontja van, és 2-16 pontos követi őket, harmadik helyen a Mór és a Velence, mindkettő csapatnak 16 pontja van, csapatunk pedig 5. helyen áll, 4 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereséggel, 21-7-es gólkülönbséggel, 15 szerzett ponttal, ez 62,5%-os teljesítmény. 6. helyen a Gárdony áll, 4 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség, 19-es gólkülönbség, 14 szerzett ponttal, ez 58%-os teljesítmény. 7. a Martonvásárnak a mérlege 4-1-3, 10-11-es a gólkülönbség, 13 szerzett pontjuk van a Martoniaknak, és 8. helyen a Sárszent Miklósnak a mérlege 4 győzelem, 4 vereség, 13-15-ös a gólkülönbség, ez 50%-os teljesítmény jelent a Sárszent Miklós életében. Az 56. percben Szarvas Péter helyére Kummer Máté állt be. Szarvas megtette a magáért, remekül játszott, igaz a gólnál egy kicsit hibázott, de viszont volt egy remek gólpassza, és nagyon jól játszott végig a mérkőzésen.
No, és akkor még maradok a statisztikánál, hiszen van még egy-két adatom itt a tavaszi folytatásban, hiszen csak a tavaszi eredményeknél maradva, az első 8 helyezett csapatból egyedül Velenc az a csapat, amely veretlen, mérlege ugye 4 győzelem, 4 döntetlen, 13 ötös a gól különbsége, igaz, ezzel a mérleggel mindössze negyedik helyen. És amennyiben az idegenbeli szereplésüket nézzük, Iváncsa még veretlen, továbbá Velence is veretlen idegenben, a Mór is veretlen. Hazai pályán pedig a Velence veretlen, továbbá az Ercsi és a Bicske, tehát csapatunk is veretlen még hazai pályán. A tavaszi folytatásban teljesen átalakult csapatunk eddigi mérlege, a tavaszi folytatásban Pusztavám ellen győztünk 9-1-re, Sárosd ellen 1-1, Tordos ellen 3-1-es győzelem, Velence ellen 0-0, és Mezőfalva ellen 4-1-es sikert. Idegenben Mór ellen 0-0, Lajos-Komáromtól egy 2-0-as vereséget szenvedtünk, majd Polgárdiban győztünk 4-1 arányban. Ez tehát Rafai Rudolf mester csapatának a mérlege 2015-16-os évad tavaszi folytatásában. Meggyes Dávid kicsit hosszan tette maga elé a labdát, és így oda a lehetőség. És itt jön a mérkőzés 68. perce. Szilágyitól indul a támadás, Köntös teszi Mórinak, Móri vissza Köntösnek, beindul, Móri beteszi középre, ott van Varga, még igazít egyet a labdán, és ballal kilövő a bal alsó sarkot, tehát kilövő a hosszú sarkot, íme még egyszer Varga lövése, Varga gólja, és ezzel csapatunk 4-1 arányban vezet. Mindez a 68. perc eseménye, remek támadást láthattunk, Szilágyitól indult ez a támadás is, Szilágyi, Köntös, Móri, majd Móriba középre játszott a labdát, és érkezett Varga Zoli, aki még egyet kezelhetett is a labdán, és ballal kilőtte a hosszú sarkot, és ezzel 4-1. Itt pedig Masinka László gratuláló lecserét játékosának. Lassan véget ér az összefoglalónk. Én úgy gondolom, hogy összességében a nagyobb játékerővel bíró Bicskének sikerült az első pillanatokban meglepnie kis Jánosan kezdő ellenfelét, akiknek nem volt kellő átütő erő támadásaiban. Móri gyakran szabadon száguldottak át a középpályán, fölényes és megérdemelt győzelmükbe, még a két meg nem adott lesgól is belefért. Ezzel a Polgárdi meglepetés győzelmével 1-0 arányban győzött Gárda Nyagárd ellen ebben a fordulóban alaposan átrendeződött az alsóház. Továbbra is mind a 8 a tabella alsó felében lévő csapatot megérintheti még a kiesés szele, bár a Bicske és a Polgárdi egyértelműen javuló formát és eredményességet mutat ellenfeléhez képest. Egy keresztbe lőtt labdára a Meggyes Dávis tartól és adja be a labdát, de egy kicsit túl mély, és lemaradnak a Bicske csatárok. Meggyes Dávidról jut eszembe, hiszen a 29. születésnapját ünnepli ezen a hétvégén, 4. hó 23-án Gárdonyban szerepel, volt csapata ellen, együttesünk, és bizony Meggyes Dávid ott megmutathatja, hogy mit tud. Boldog szülinapot kívánunk azon a mérkőzésen, egy győztes gólt a Dávidtól. A mérkőzés utolsó 4 percében járunk, amikor még Köntös próbálkozik egy távoli lövéssel, de elég gyengére sikeredett. Itt pedig Szilágyi László cseréli le a mester. Külföldről igazolt játékosunk nagyszerűen kezdte ezt a mérkőzést, és remek formát mutatott. Itt kezdésből ezt az elismerést kapja Rafai Rudolftól is, a mestertől. Egyébként a csapat teljesítményét értékelve kiemelkedést nyújtott ezen a találkozón Szilágyi, Varga, Móri és Meggyes. A többiek is nagyon jól játszottak, jó teljesítményt nyújtottak. Talán az előző heti teljesítményhez képest Német, Antoni és Kummer teljesítménye volt egy kicsit gyengécske az előző heti fordulóhoz képest. 23 forduló után vagyunk túl, élen első helyen az Iváncsa 59 ponttal, második helyen a Velence 58 ponttal is, harmadik helyen a Mór csapatának 51 pontja van, negyedik helyen a Gárdony-Agárdi Gyöngyhűdő csapat áll 46 szerzett ponttal, őhozzájuk utazunk ezen a hétvégén. Alsóházban 9. helyzet Mezőfalvának 24 pontja van, 10. helyzet Puskásnak 23,
szintén annyi pontja van a Sárosnak, 12. helyen a Lajos Komáromnak 21 pontja van, 13. helyzet Polgárdinak 20, 14. helyzet Szárnak 20, és a 15. helyen álló csapatunknak 18, és az utolsó helyen Tanyázó Pusztavám együttesének 15 pontja van, 23 lejátszott mérkőzés után. Domok Ádám játékvezető nagy vonalon vezette a találkozót és hibátlanul. A bicskei szurkolók is kiváló teljesítménnyel járultak hozzá csapatunk sikeréhez. A két kapus Gyalus és Milinta Harpi beszélik meg röviden a mérkőzés rövid történetét. Játékosaink pályáról történő lejövetelekor az a bajuszos fiatal ember, a bicskei tornaklub újdonsült elnöke Tesszeli Zoltán, volt polgármesterünk, jelenleg országgyűlési képviselünk, a területfejlesztését felelős miniszterbiztos gratulált csapatunk tagjainak. A fiúk valamennyien megérdemlik elnökünk gratulációit. A következő 24. fordulóban újabb nagy kihívás vár együttesünkre, hiszen a táblázat 4. helyen álló és igen jó játékerőt képviselő Gárdony otthonába utazunk, ahol újabb sikeres szereplésben bízhatunk. Tovább kell folytatnunk azt a bátor támadó játékot, amelyet Pusztavám, Tordas, Polgárd és Mezőfalva ellen mutattak a fiúk, és úgy kell védekezni, ahogyan ezt tették Mór és Velenc ellen. Végezetül kérem, hallgassuk meg együtt, hogy hogyan értékel Rafai Rudolf, a bicskei csapat szakvezetője. Gratulálok, Rudi, ez a nagyszerű győzelemhez. Te hogyan értékeled ezt a mérkőzést? Köszönöm szépen a gratulációt. A mérkőzésnek a legfontosabb része, hogy a 3 pont meglegyen, az megvan. De a maga játéka, úgy érzem, hogy adósak maradtunk. A múlt heti jó játékot, amit produkáltunk hazai pályán, sajnos nem tudtuk a jó játékot is megismételni, inkább az eredményes játék volt, és ez látszott sajnos a mérkőzés folyamán, hogy nem tud a csapat ugyanolyan ritmusba két mérkőzésre egymás után lejátszani. Nagyon jól kezdtünk, hiszen pár perc alatt 2 gólos vezetésre tettünk szert, utána valahogy egy kicsit visszaestünk. Mi ennek az oka? Hát természetesen már szóltam előre, figyelmeztettem a játékosokat, hogy úgy kellene kezdeni, hogy mindjárt egy erős nyomással. Azt vettem észre, hogy megelégették, azt hitték, hogy a többi már magától jön, és egy kicsit visszavettek. Majd a fél időben próbáltam őket felrázni, hogy hát ez nem úgy működik, hogy magától nem fog menni, hogyha nem fogunk ugyanolyan erőbevetéssel játszani, mint az első pár percben. De valahol belül úgy éreztem, hogy a játékosok érezték azt, hogy lehozzák ezt a mérkőzést annélkül, hogy különösebb erőfeszítést tegyenek. Azért hosszú út van mögöttünk, és ennek az eredménye, szerintem, hiszen ma olyan forduló zajlott, ahol az ellenlábasoknak nem sok esélye volt, szerintem léptünk egyet vagy egy kettőt a tabellán. Hogyan értékeled ezt el, ez, hogy sikerült feljebb érni? Nem tudom még a többi eredményt. Egyet léptünk előre, de viszont még messze van az út vége, tehát ez már előbb is vártuk, hogy ennyit lépjünk előre. Az ellenlábasaink is ugyanolyan bőven szereztek pontokat, mint ahogy mi. Szerettünk volna már előbb ugye előre lépni, és remélem, hogyha előre léptünk, akkor meg is tudjuk most már tartani talán ezt a pozíciót. Az első játék részben egy-nehány játékosra nem voltál elégedett, gondolom a szünetbeli cserék ennek az okai. És mennyire vagy elégedett az újoncsal, a Szilágyi Lacival? Hát a Szilágyi Lacinak látszik, hogy hosszabb időt kihagyott, sokat kihagyott, de viszont az, amit ő sugároz, az a biztonság, labdabiztonság, és az, ami nekem kell a középpályán, ő az teljességében megoldotta, ameddig ereje bírta. És akivel nem voltál elégedett? Volt több játékos, akivel nem voltam elégedett. Úgy mondanám inkább, hogy talán felfogás kérdésekben van egy kis gond, de megpróbáljuk ezt mind orvosolni. Itt konkrétan Németh Erikre gondoltam egyébként, hogy nem volt elégedett a játékával, mert elég sokat hibázott, de mi lett ennek az oka, hiszen ő még fiatal játékos. Ahogy említettem, a felfogásban van csak gond, a játékával teljesen elégedett vagyok, amikor ő kezdi saját feje után csinálni azt, amit ő úgy gondol, hogy jó, akkor vagyok elégedetlen. Antoni megszerezte 5. sárga lapját egy fölösleges szövegelésért, mi a véleményed erről? Hát természetesen büntetés jár, mindenhogy minden szövegelését ugyanezé. Én úgy érzem, hogy nincs helye a szövegelésnek a pályán. Sárga lapot igen lehet kapni, de viszont ilyen oktalanul szövegét
ez mindenhogy egy büntetést is elfelér. Következő két meccs elég húzós lesz, hiszen megyünk Gárdonyba, és jön Sárszent Miklós. Mindkét csapat elég jó játékra képvisel. Mit vesz ezektől a mérkőzésektől? Most kell megmutatni azt, hogy milyen erő van bennünk. Nem lesz egyszerű, nagyon nehéz mérkőzések várnak. És úgy érzem, a hátralévő mérkőzik most már javarészt láttuk az ellenfeleket, a gyengébb ellenfelek, úgymond idézőjelben gyengébb ellenfelekkel valójában lejátszottuk a mérkőzéseket, és most már csak nehéz mérkőzések várnak ránk. Ha előre léptünk most, elég nehéz lesz megtartani az előre lépést, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezen a pozíción meg is maradjunk. Bizony, mennyire sikerül. Köszönöm szépen az interjút. Én is köszönöm szépen.